Az anyag nem vész el, csak átalakul. Erre ékes példa Zajácz Tamás iparművész munkássága. Az állati bőröket tölti meg új tartalommal. Azt az anyagot, ami egyébként veszélyes hulladékként az enyészeté lenne. A semmivé válás helyett viszont női testként, faként vagy egy tájképként él tovább a bőr. Zajácz Tamás bőrműves iparművész munkáit mutatja be a Szabó Lőrinc könyvtár. A könyves polcok között kiállított darabok a természetbe, az irodalom világába viszik el az érdeklődőket. A bőr elvarázsol, mert a bőr nagyon sokféle tud lenni. Ugye lehet ilyen lemezszerűen vastag, kemény, mint egy fadarab, akár olyan is, meg lehet olyan vékony, puha töretet, mint amit szinte át lehet látni a szőrtűszőkön. Úgyhogy nagyon sokféle megjelenési formája van. Éppen ezért bármilyen gondolat kifejezésére nagyon alkalmas anyag, úgyhogy nagy élmény vele dolgozni. A több évtizede alkotó iparművész számos technikát és módszert dolgozott ki. Olyan folyamatokat, amiket előtte még senki. Itt egy kicsit érteni kell a bőrművességhez, érteni kell a festészethez, érteni kell a szobrászathoz, hiszen ha megnézem a munkáimat, mindegyik valójában kilép a síkból, tehát úgymond dombormű, vagy relief, hogyha a kisebb kiemelkedéseket úgy hívjuk, hogy reliefek. Hát és akkor ehhez tartoznak speciális festékek, ragasztók, mindenféle segédanyagok, hogy aztán egy befejező lakkal letömítve a pórusokat egy kész alkotás születhessen. Zajácz Tamás Tiszaújvárosban él, körbeveszi a természet, így a téma is adta magát kezdetben. Alkotásain a művészet és a bőr szeretete köszön vissza.